Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják, tekintsék meg ma esti műsorajánlónkat. Kedves nézőink, itt a beiskolázás időszaka, a témával kapcsolatban aktuális kérdések című heti magazin műsorunk mai vendége, Nagy Éva, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium igazgató helyettese. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Nagy Éva, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és egészségügyi szakgimnázium igazgató helyettese. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és én is köszöntöm a nézőket. Azért hívtuk ma meg egy stúdió beszélgetésre, mert ugye elkezdődik hamarosan a beiskolázás időszaka, és egy picit kettcsinálóként mutassuk be az intézményüket a leendő első osztályosoknak, illetve 9. osztályosoknak. Mit kell tudnunk az iskoláról, miért lett új neve és mikor? A törvényi változás miatt kellett megváltoztatnunk a nevünket, hiszen a szakközépiskolákat átnevezték szakgimnáziummá, tehát ezért módosult most a nevünk. A jelenlegi 9. szakgimnazistáink már nem szakközépiskolások, hanem szakgimnáziumi évfolyamot kezdtek, de ugyanúgy egészségügyi szakirányon tanulnak tovább. Ezen kívül milyen változásokkal indult a 2016-17-es tanév? Történt-e bármiféle újítás, vagy valamilyen változás? Milyen feladataik voltak, hogy kezdtek neki a tanévnek? A szokásos felújítások voltak, nyári felújítások, mosdók, mellékhelyiségek felújítása történt meg, és a fenntartó folyamatosan figyel az iskolára, és most is figyelnek ezekre a beruházásokra. És a tanévet pedig, hál' Istennek, zökkenőmentesen tudtuk elkezdeni, mind a személyi, mind a tárgyi feltételek adottak, tehát nem volt semmi probléma a tanév elején. Ezt akartam pont kérdezni, hogy szaktanári ellátottság tekintetében hogyan indult a tanévük? Természetesen... Mi a gyakorlat, bocsánat? Természetesen minden tantárgyat ember szaktanár tanít, viszont vannak olyan tantárgyaink, amiket óraadókkal tudunk csak megoldani. Ez elsősorban az egészségügyi szakmai tárgyak, amit a szaktanáraink mellett, a teljes állású szaktanáraink mellett óraadókkal tudunk megoldani. Hány diák jár jelenleg a gimnáziumba, illetve az intézménybe? 335 tanulónk van jelenleg, kétharmaduk gimnazista, és körülbelül az egyharmaduk szakképzős, tehát szakgimnázium és szakközépiskolai, illetve az érettségi utáni szakképzésben résztvevő tanuló. Ha az idei tanévet vesszük figyelembe, akkor hány 9. osztályt indítottak, és milyen tanulói létszámmal, illetve milyen szakokkal? Az idei tanévben is, mint az előző években, 3 9. osztályt indítottunk, 2 gimnáziumit és 1 szakgimnáziumi osztályt. A szakgimnáziumi osztály az egészségügyi szakgimnázium osztályok viszonylag kis létszámmal működnek, és a 2 gimnázium osztály pedig a hagyományos emelt óraszámú osztályaink, az egyik az emelt óraszámú angol nyelvi osztály, a másik pedig, ami hatalmas létszámmal működik, teljesen tele van az osztály, ez a 2 részből összetevődő természettudományi képzés. Az egyik része ugye a biológia-kémia emelt óraszámú csoport, a másik része pedig a matematika-fizika emelt óraszámú csoport. Milyen nyelveket oktatnak az iskolában? Mire van lehetősége a diákoknak, hogy tanuljanak? Az alapnyelv, amit a legnagyobb óraszámban tanítunk, az az angol, tehát ez az első idegen nyelv. A gimnáziumi csoportokban emellett ugye kell még egy másik idegen nyelvet tanulni, a szakgimnazistáknak nem. A gimnáziumban 3 idegen nyelvet ajánlunk föl második idegen nyelvként, ez az orosz, a német, illetve a latin. Ezek melyiket közül választják általában a diákok? Természetesen a német az, ami nagyobb létszámú csoport, de minden évben indul orosz, illetve latin csoportunk is. Talán a latin azért is, ugye, mert hogy a biológia-kémia tagozatunk inkább az orvosi egészségügyi pályára készít, és ez is motiválhatja a gyerekeket, de minden 3 nyelvet szívesen
tanulják a tanítványaink, és nyelvvizsgáznak is belőle. Ezt akartam pontosan kérdezni, hogy nyelvvizsgázás tekintetében mennyire sikeres az iskola, milyen arányban tesznek nyelvvizsgát a diákok, és milyen szinten, meddig tudnak eljutni gyakorlatilag? A gyerekektől függ, hogy mit szeretnének és mit tudnak bevállalni. Ugyanis az angolos csoportunk elég nagy óraszámban tanulja az első idegen nyelvet. Heti 6 órában én azt gondolom, hogy megkapják azt a felkészítést, amivel nyelvvizsgázni el lehet menni, és sikeres nyelvvizsgát lehet tenni. A végzős évfolyamainkban tanuló diákok közül 30-40-en sikeres nyelvvizsgát tesznek. Ez különböző szintű nyelvvizsga lehet. A többség ugye azért középszintű nyelvvizsgát csinál, hiszen az alapszintűnek már nincs értelme. És van, aki felsőfokú nyelvvizsgával adja el az iskolát. Van, aki két nyelvvizsgát is tesz, tehát az angol mellett, ugye 10-11 évben megcsinálja az angol nyelvvizsgát középszinten, és akkor utána németből, illetve oroszból vagy latinból még megpróbál, és sikeresen teljesít egy nyelvvizsgát. Felvételi tekintetében mennyire erős az intézmény? Megnéztem az érettségi eredményeket. Az országos érettségi eredményt mindig összehasonlítjuk a saját érettségi eredményeinkkel, hiszen azért ez egy útmutatást ad számunkra. És azt tapasztaljuk már évek óta, hogy magyarból, történelemből és matematikából a középszintű országos érettségi átlagtól körülbelül egy fél jeggyel jobban teljesítenek a diákjaink. Van olyan osztály, aki 4,3-es átlaggal érettségizik. Hát ugye ők a természettudományos csoport, és ezek a gyerekek nagyon szépen megállják a helyüket. Nem csak az érettségén, hanem az egyetemen és a főiskolán is. Sokan mérnökként tanulnak tovább, vagy gyógyszerész, gyógytornász, pedagógia, pszichológia szakon, informatika most nagyon népszerű, és sikeresen megállják a helyüket. A diákjaink közül, aki tovább akar tanulni, nagy részük, 90%-uk egyetemre, főiskolára felvételt is nyer, a többiek pedig OKS képzésben vesznek részt. Mit lehet, gondolom van statisztikájuk, mit lehet arról tudni, hogy manapság vagy akár az intézményükben a diákok középszintű vagy emelt szintű érettségire jelentkeznek inkább, és mi ennek a jelentősége? Természetesen ügyesek, okosak a diákjaink, és megnézzük, hogy számít ez neki. Tehát, hogyha nem jelent pluszpontot, akkor nem teljesítenek pluszban. De azokon a szakokon, ahol előírják az emelt szintű érettségét, természetesen megcsinálják az emelt szintű érettségét is, és nem rossz eredménnyel teljesítenek. 4-es-5-ös szinten érettségiznek emelt szinten is. És ez is sokat számít abban, hogy pluszpontokat kapjanak a felvételi eljárás során. Az intézményben régebben ugye hagyomány volt, hogy levelező tagozatot is indítottak, működtetnek az idei tanévben. Működik-e levelező tagozat? Amikor én ide kerültem Karcagónak, az első 1-2 évben volt, azóta nem, tehát körülbelül 10 éve már nincs levelező tagozat. Kollégiuma van-e az iskolának? Saját kollégiumunk nincs, de kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani. Ezt hogyan, milyen formában? A Varró István szakközépiskolával közösen tudunk kollégiumi elhelyezést biztosítani a diákoknak, tehát ott tudnak szállást és ellátást kapni a tanítványaink, a vidékiek. Beszéljünk akkor a beiskolázásról. Meddig lehet jelentkezni az intézménybe? Természetesen már a jelentkezési lapot leadták a 8-osok. Most majd februárban ugye egy szóbeli elbeszélgetésre hívjuk és várjuk őket, hogy egy kicsit megismerjük a leendő tanítványainkat, megbeszéljük velük a második idegen nyelvet, illetve azt, hogy református vagy katolikus hittant fognak tanulni. Tehát akkor, ha jól értelmezem, akkor tárgyi felvételi, ugye így szokták ezt mondani, olyan nincsen, vagy hogyan működik ez, csak egy elbeszélgetésre hívják be a diákokat, szülőkkel együtt, milyen formában? Központi írásbeli és szóbeli felvételét nem tartunk, és így csak az 8-os és 7-es évvégi jegyek alapján rangsoroljuk a diákokat, de szeretnénk megismerni őket, tehát a szülőkkel együtt szívesen látjuk és várjuk őket egy kötetlen beszélgetésre. Tehát ez nem vizsga, itt nem tételeket kérdezünk, vagy tananyagot kérdezünk, hanem tényleg csak egy megismerkedés, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy
hogy milyen idegen nyelvet szeretne tanulni, miért minket választott, mit akar, esetleg van-e már további célja, volt-e valamilyen versenyen, hogy esetleg azt az irányt egy kicsit majd tudjuk vele erősíteni, és ilyeneket szoktunk kérdezni. Ha már a rangsorolást említette, akkor mi az a minimum átlag, amiben jelentkezhettek, vagy nem is az, hogy jelentkezhettek, amikortól mondjuk esély van arra, hogy fölvegyék a diákot? Ez mindig attól függ, hogy milyen az adott nyolcadikos évfolyam, és egymáshoz viszonyítjuk a gyerekeket. Ugye a szakgimnáziumban kisebb, az átlag 3-3,5 környékén tudjuk fölvenni a tanulókat. A tagozatos, az emelt óraszámú csoportokban inkább 4 fölötti átlaggal kerülnek be a diákok. Akkor gondolom megvan már a terv, hogy a következő tanévtől hány 9. osztályt indítanak, és milyen szakokkal, van-e valami változás? Igen, a jól bevált képzéseket visszük tovább, hiszen itt már a gyerekek is és a tanárok is szép eredményeket értek el, de ezen kívül szeretnénk beindítani, vagy újabb lehetőséget biztosítani a 8-osoknak, hiszen ahogy mondtam, az informatika az egy úgymond hiány szakma is, másrészt pedig a mai világban nélkülözhetetlen. Úgyhogy a két újonnan induló csoportunk az e felé indul. Az egyik a szakgimnáziumi képzésen belül egy ügyviteli ágazatot szeretnénk beindítani, aminek a kimenetele majd az érettségi után egy irodatitkári végzettséget jelent. Tehát ezt azoknak ajánljuk, akik inkább alkalmazói szinten szeretnék használni a számítógépet. A gimnáziumi képzésben pedig informatika emelt óraszámú csoportot szeretnénk beindítani, hiszen azt látjuk, hogy több tanítványunk informatika területen helyezkedik el, vagy tanul tovább, tehát az informatikát ezért is szeretnénk egy kicsit erősíteni, és a fenntartó minden támogatást megad ehhez, tehát a tárgyi feltételeket és az új kollégák bevonásában is segített. Ezt akartam egyébként, vagy erre akartam rávilágítatni önnel, hogy ugye, ha már informatika, régen is működött ilyen, úgy hívtuk még, hogy számítástechnika terem, gondolom ma már ennek is más neve van, mennyire felszerelt. Tavaly kaptunk teljesen új termet, tehát az teljesen a legújabb érettségi követelményeknek megfelelő gépeket tartalmaz. Úgyhogy az egy teljesen új terem, illetve a nyelvi laborok és a másik informatika termünk is modern és felszerelt gépekkel működik, de most új beruházásokat kell majd eszközölnünk pont ezért, amik folyamatban is vannak, hogy az új szakokat be tudjuk indítani. Gondolom átnézték már a jelentkezési lapokat, mely szakiránt van a legnagyobb érdeklődés. Ezt még nem tudjuk, nem jöttek még be a jelentkezési lapok. De az elmúlt években azt tapasztaljuk, hogy a matematika, fizika, illetve a biológia, kémia az, ami magas létszámban vonza a 8-osokat, illetve az angol tagozatú csoportunk is népszerű. Hogyan népszerűsítették az iskolát? Hogyan tartották a kapcsolatot az általános iskolákkal, hol mutatkoztak be, akár nyílt nap formájában, akár különböző bőrzéken? Többféle módon próbáltuk népszerűsíteni az iskolát, de szülőértekezletekre, osztályfőnöki órákra jártunk, természetesen a bőrzén is bemutatkoztunk és részt vettünk. Ezen kívül pedig meghívtuk a karcagi 8-osokat, az iskolánk iránt érdeklődőket, az osztályfőnökeikkel egy úgynevezett iskola bejárásra, ahol teremről teremre végignézhették az iskolát, megnézhették, hogy vannak berendezve a termek, milyen műszerekkel, milyen eszközökkel dolgozunk, illetve kérdéseket bátrabban, jobban fölmerték tenni a diákok. Ezen kívül pedig, hogy ne csak a szakmát és a tudást mutassuk be a gyerekeknek. Egy pár éve már hagyománnyá vált az nálunk, hogy a diák rendezvényeket is bemutatjuk, vagy a diák önkormányzat is bemutatkozik. És az októberi hónap folyamán volt ugye a diák önkormányzat által megrendezett Gólya hét, és ennek a fénypontja Gólyást, ami a Béri néven volt, erre meghívtuk a 8-osokat, és ezt nagyon élvezték, legalább egy másik oldalát is meglátták az iskolának. Milyen egyébként az intézményben a diák élet? Mennyire pezsgő? Van-e például diák önkormányzatuk, illetve milyen programok várnak még a diákokra ebben a tanévben? Ugye hamarosan átlépünk a második fél évbe.
Nagyon örülök neki, hogy aktívak és önállóak a diákjaink. A diák önkormányzatot vezető tanárnő segítségével természetesen, de önállóan kezdeményeznek és végig is visznek programokat. Tehát ez nagyon jó, hogy nem kell őket noszogtatni, hogy legyen már valami az iskolában, hanem azért ők hozzák az ötleteket, amiket szeretnének és amiket szívesen csinálnának. Tehát a Gólya hét előtt, ugye augusztusban gólyatábort szervezik meg a nagyok, a kicsiknek, a bejövő kilencedikeseknek. Ilyenkor február környékén majd a farsangi időszak következik, és aztán az év végén pedig az évzáró tanítás nélküli munkanap, a diáknap, a főzőverseny és a diáknap programját szokták megszervezni. Hogyan, ha néhány mondatban összefoglalnál, mi az iskola erőssége, kiknek ajánlják, és hogyan népszerűsítenék? Kétféle tagozatot indítunk, a gimnáziumi és a szakgimnáziumi képzést. A gimnáziumi képzést azoknak ajánljuk elsősorban, akik tovább akarnak tanulni érettségi után. Itt ugye három, illetve négy csoportot fogunk indítani. Az emelt óraszámú angol, az emelt óraszámú matematika-fizika, az emelt óraszámú biológia-kémia és az emelt óraszámú informatika csoportot. Tehát akik ezen a területen szeretnének tovább tanulni, nyelvvizsgázni szeretnének, felső fokú vagy középfokú nyelvvizsgát tenni, illetve emelt szinten szeretnének érettségizni, azok mindenféleképpen megkapják a támogatást tőlünk, nem csak a tanároktól, hanem a fenntartó is elismeri és jutalmazza a diákoknak a teljesítményét. Tehát ezt a csoportot azoknak ajánlom, akik tényleg tovább akarnak tanulni, tehát már most 8-ban tudják, hogy valamilyen diplomát szeretnének szerezni. A szakgimnáziumi képzést pedig azoknak ajánlom, akik érettségi mellett egy szakmát is el szeretnének sajátítani, és már tudják, hogy esetleg abban a szakterületben egy kicsit jobban elmélyednének. Ez az egészségügyi képzésünk, illetve az ügyviteli képzésünk lesz majd. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és bemutatta az iskolájuk működését, sikeres félévzárást, sikeres következő fél évet kívánunk, és további jó munkát. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm a meghívást. Kedves nézőim, merem megköszönöm a figyelmüket. Kedves nézőink, most pedig az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! Köszöntöm nézőnket, Molnár Pálról, a városgondosság vezetőjével beszélgetünk. Tél van, nem tudom, hogy dolgoznak-e ilyenkor a betonüzemben, vagy majd csak várják a jó időt. Természetesen a közfoglalkoztatásnak azon részei, amelyek a téli időszakra is teljes üzemmel kell, hogy működjenek, ebben az időszakban is, ilyen hidegben is, mínusz 8-10 Celsiusokban is kell, hogy dolgozni tudjanak. A fűtés megoldott a betonüzemünkbe, amely egy startmunkaprogramra épülő értékteremtő beruházás keretében valósult meg, és ahogy láthatjuk majd a képeken, folyamatosan történik a betonüzemben a elemeknek a gyártása. Igen, láttuk ott az udvaron is, hogy nagyon sok be van tárolva, tehát gondolom, hogy már ennek is megvan a helye, hogy tavasszal hova fog kerülni. Természetesen igaz, hogy ezt egy másik közmunkaprogram keretében fogjuk magának a térkőnek a lerakását folytatni. Márciusban fognak ilyen programok indulni, pályázati kiíráson, erre vonatkozólag a pályázatokat beadtuk, és Karcag közterületein fogjuk ezeket a térköveket elhelyezni majd. Mennyivel tartósabbak ezek esetleg, mint egy aszfaltjárda, vagy mennyivel könnyebb, vagy meg a gazdaságosabb? Hát maga az aszfalt, az véleményem szerint igazán számításokat nem végeztünk még rá, de drágább az aszfalt. Tartóság szempontjából nem tudom igazából megmondani, melyik a tartósabb. Véleményem szerint évtizedekig fogják állni majd az időjárás viszontagságait. Ezek a térkövek, az igazság, aszfaltot nem tudunk gyártani, ezt viszont tudunk gyártani, erre program volt kiírva, és sokkal költséghatékonyabb, költségtakarékosabb az önkormányzatok számára ebből a közterületeket leburkolni, valamint véleményem szerint esztétikusabb is. Meg azt gondolom, hogy egy picit könnyebb tisztán tartani is.
Igen, mondjuk ilyen szempontból nem rossz az aszfalt sem, mert az aszfalt viszont jobban ellenálló a különböző külső vegyi behatásoknak, gondolok itt a síkosságmentesítésre. A beton azért érzékenyebb, mert ezek azért nem saválló betonból készülnek, de úgy gondolom, hogy azokon a területeken, ahol ezek a térkövekkel burkoljuk le a közterületeket, nem fognak ilyen drasztikus behatásnak kitéve lenni. Most láttuk, hogy csak szürkét gyártanak, színesben is szoktak, vagy csak egy színben? Egyelőre még csak szürkében gyártunk, nem egyszerű a színes térkőnek a gyártása, úgy nem egyszerű, hogy homogén legyen, mi pedig csak úgy szeretnénk, hogyha homogén térkövet tudnánk gyártani, színes esetén is, és anyagában szeretnénk színezni, nem csak a felületét, mert a felületről, hogyha lekopik, akkor az nem szép, és hogyha anyagában színezzük meg, a kopás által nem kopik meg a szín, hanem ugyanolyan színű marad. De tervezzük, márciustól úgy néz ki, hogy több színben is fogunk gyártani majd. Említett, hogy ezek a közterületre fognak majd kerülni. Mondjuk 2016-ban melyik részén van a városnak, amit az önkormányzat beruházásában önök készítettek? Hát nagyobb felület a Kossuth téren lett leburkolva a régi buszmegállóhoz, sokan így hívjuk még azt a területet, amely régen a buszmegálló szerepét töltötte be, és magát a buszmegállót is ezzel burkoltuk ki. Ez egy nagyobb felület volt, de kisebb felületeket kiegészítésként akár a rendőrség, a mostani rendőrség épülete előtt is, már az önkormányzat épülete előtt, a szervizút mellett is ezzel a térkővel lett kiburkolva. Én azt gondolom, hogy ezzel is szépül a város, reméljük, hogy lesz folytatás ennek a programnak. Így van, tervezzük, hogy a víztorony előtt, ahol korábban megcsináltuk már teljes felületen a térburkolatot, szeretnénk összekötni a iskola, Györfi István Általános Iskola és a Református Iskola közötti útszakaszt, valamint tervezzük, hogy a Horváth Ferenc úton is szeretnénk majd ebből a térkőből kicserélni a járdaburkolatot, ahogy említettem már, esztétikusabb, szebb is, és költséghatékonyabb lenne az önkormányzat számára. Akkor jó munkát kívánunk, és jó időt, hogy tudják gyártani ezeket a térköveket. Köszönöm szépen, de ahogy említettem, a rossz idő esetén is, hogyha kell, akkor fűtéssel, tehát teljes éves üzemben tudjuk biztosítani a térkőgyártást. Köszönjük. Köszönöm szépen. Kevés a tűzifa. A környező országokból, elsősorban Romániából az ottani időjárási és útviszonyok miatt nem érkezik megfelelő mennyiségű fa hazánkba. A tűzéptelepek szinte teljesen kifogytak. A fa hiányában brikettet és szenet vesznek a legtöbben, de már az is fogytán van. Az általunk felkeresett tűzépen volt már fa, szerintük a hiány a nagy kereslet miatt alakult ki, amit az extrém hideg idézett elő. Az akáca, bükk és a tölgy a legnépszerűbb, ezeket árulják. A legtöbb tűzifa Romániából érkezik, ám a szomszédos országban jelenleg a mínusz 30 fokos hőmérséklet sem ritka, a hegyi utak többsége pedig járhatatlan, kevés fát tudnak kitermelni, így ritkábban jut tüzelő hazánkba is. A fahiány miatt több brikett, valamint szén fogy, így nem meglepő, hogy azok is fogytán vannak. Tehát igazából nem tűzifa hiány van, hanem sokkal hidegebb van. Ugye erre a hidegre senki nem számított, és emiatt több tűzre valóra van szükség. Most az embereknek megvan a szok, hogyha jönnek egy nap, már másnap ki tudjuk szállítani, legkésőbb harmadnap, most sajnos van várakozás, akár egy hét is. Tehát mi Karcagnak több, vagy Magyarországnak több részéről is kapjuk a tűzifát, és mikor hol van akció, esetleg hol jutunk hozzá olcsóbban, nyilván onnan rendelünk tűzifát. Tehát igazából havonta hozzá vetőlegesen egy 5-10 mázsára van szüksége családonként az embereknek, de most inkább többre, mindenkinek majd csak a duplájára lenne szüksége. Tehát egy mázsa tűzifa ilyen 3000 forint környékén jár most. Módosult a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló rendelet, amely kitér a sütőipari termékek szabályozására is. A Földművelésügyi Minisztérium szerint jobb minőségű kenyerek és pékáruk készülhetnek. Új szabályok vonatkoznak a kenyerek összetételére és fajtáira, bővült a védett termékek listája, áll a közleményben. Az új előírás 15 kenyér esetében szabályozza az összetételt, az összetevők közé bekerültek a magas vitamin, fehérje és rost tartalmú álgabonák. Az élelmiszerkönyv felsorolja a védett elnevezésű termékeket, például a teljes tésztából készült péksüteményeket, a leveles tésztából készült finom pékárukat.
A rendelet értelmében a védett elnevezéseket csak akkor lehet használni, ha a termékek megfelelnek az élelmiszerkönyvben rögzített követelményeknek. A módosítás támogatja a jó minőségű pékáruk elterjedését és a gyenge minőségű termékek visszaszorítását. A minisztérium szerint a jó minőségű élelmiszereket egyre többen keresik, amelynek hátterében a fogyasztói tudatosság erősödése áll. Hát ez most elsősorban az alaptermékeket érinti, a búzakenyér, fehérkenyér, félbarna kenyér, rostkenyér, grehem és a teljes kiörlésű kenyeret. Hát eddig, tulajdonképpen mi eddig is így készítettük a fehér és a búzakenyeret, annál meghatározás a búzakenyérnél, hogy minimum 95% BL-lisztnek, vagyis búzalisztnek kell benne lenni, míg a fehér kenyérben pedig 100% búzaliszt van. Ezt eddig is így készítettük. Hát inkább a teljes kiörlésű graham kenyérnél van az, ahol változás van, vagy a félbarna kenyérén inkább a félbarna. Ugye a félbarna kenyeret régen azért vették jobban az emberek, mert hogy olcsóbb volt. Nem biztos, hogy sokkal egészségesebb volt, de olcsóbb volt. Na ez most már így teljesen megdőlt, mert valamivel több rozslisztet kell beletenni. Szerintem ez azért egy kicsit ugye minőségén is változtat, lehet, hogy egészségesebb lesz, viszont amitől én félek, hogy a rozslisztől nem lehet olyan szépen kisütni, megsütni, tehát egy kicsit nyersnek érződik a kenyér, és magasabb rosstartalommal elképzelhető, hogy majd azt hiszik a vevő kezdetben, hogy ez egy sületlen kenyér. A rozskenyérnél van a rozsos és a rozskenyér. A rozsos kenyérnél ott minimum 30% rozslisztnek, rozsőrleménynek kell lenni. A rozsnál viszont már legalább 40% rozsnak kell benne lenni, rozslisztnek. Tulajdonképpen az, hogy átveszük azt, ami kötelező, vagy megvalósítjuk, az úgy nem jelent plusz terhet. Költségben azért igen, mert nyilvánvaló, hogy ezek a lisztek drágábbak azért, mint a fehér liszt. Nyilván, hogy emelni kell, ezt nem csak a kenyér minősége vagy az összetétele határozza meg, azért 2017-től jelentős bérjavulás is lesz, aminek egyrésztről örülünk, de természetesen ezt az árba is be kell építeni. Hát én azt mondom, hogy zömmel azért még mindig a fehér kenyér az, ami a legkelendőbb, és vannak vevők, akik tényleg sokat adnak arra, hogy egészségesen táplálkozzanak, és akár szénhidrát csökkentett kenyeret vesznek, vagy magvas kenyereket vesznek, úgyhogy az kisebb mennyiségben gyártunk azért nyilvánvaló ilyen extra dolgokat, mint a fehér kenyér. Halálos baleset történt a 4-es számú főúton Karcagnál, egy teherautó és egy kisbusz ütközött össze. A kisbusz sofőrje a helyszínen életét vesztette, múlt héten pénteken. 7 óra 10 perc körül a 4-es számú főút 172. kilométer szelvényében, ami Püspökladány és Karcag között található, összeütközött egy tehergépkocsi és egy kisbusz. Az eddigi adataink szerint Karcag irányába közlekedett a kisbusz, ami ismeretlen okból áttért a menetirány szerinti szemközti sávba, ahol összeütközött az ott közlekedő tehergépjárművel. Sajnos a kisbusz sofőrje a helyszínen életét vesztette, utasát és a tehergépkocsi sofőrjét pedig a mentőszolgálat munkatársai kórházba vitték, tájékoztatta a Karcag Televízió Demeter Erika, a Hajdú-Bihar megyei rendőrfőkapitányság rendőrfőhadnagya. Köszöntöm nézőnket, Guba László, a Kumandoros polgármesterével beszélgetünk. Elkezdődött a 2017-es év, de először értékeljük a 2016-osat. Milyen nagy beruházások valósultak meg a településen? Jó napot kívánok! Elsősorban a 2016-os évi feladatainkat ugye befolyásolta a 2015-ről áthúzódó feladatok, beruházási terveink. Több pályázatot nyertünk el 2015-ben, amiket ugye 2016-ban kellett megvalósítani. Ilyen volt a művelődési ház korszerűsítése, itt nyilászárókat cseréltünk, hőszigeteltünk, valamint egy menekülő útvonal lett kialakítva, így a rendezvényeket nagyobb számba, nagyobb fővel tudjuk megvalósítani, valamint felújításra került az orvosi rendelő, egy része szintén nyilászárócsere, hőszigetelés és napelemeket helyeztünk el.
valamint szerencsésen megújult az általános iskola. Ez egy nagyobb feladat volt, nagyobb falat. Itt is nyílászárókat cseréltünk, hőszigeteltünk, és valamilyen szinten korszerűsítettük a fűtést kazáncserével. Azt gondolom, hogy azért a legjelentősebb munka az mindig a közmunka a településen, hiszen 5-600 fővel szoktak dolgozni, ez hogy alakult tavaly? Igen, tehát ez is egy áthúzódó projekt. Szerencsére már nem úgy van, hogy január 1-től december 31-éig tartanak ezek, hanem szinte folyamatos. Több mint 500 fővel vettünk részt a közmunkaprogram különböző területein. Legjelentősebb nekünk a mezőgazdaság is tart munkaprogram, ahol 250 fővel vettünk részt. Itt egy 200 hektáron folytatunk termelést. A termelést alapvetően meghatározza az, hogy nekünk van 700 darab birkánk, aminek az ellátása az elsődleges. És ugye nekik a megtermelt takarmány, a széna, a lucerna, és ugye őnekik az ellátásuk, valamint tojó tyúkjaink is voltak, ezt tovább gondoltuk, csibéket keltettünk ki, kihelyeztük a lakossághoz, mentoráltunk, tehát próbáltuk a lakosság figyelmét felhívni az önellátásra. Azért gondolom, hogy ez sok odafigyelést igényelt mindazoktól, akik ezt segítették, ezt a programot, de az állattartó telepen azért korszerűsítések is voltak, hiszen erre is sokat fordítottak. Igen, tehát a juhodályokat kellett korszerűsíteni, itt a nyári szállásból téli szállást csináltunk. A repülőtér területén rengeteg olyan épületünk van, ami már használhatatlanná vált, ezekből bontottunk le, tehát itt a romosabb téglaépületekből bontottunk, ennek a építőanyag segítségével falasztuk körbe a nyári juhszállást. Azon kívül ugye trágyatárolót alakítottunk ki, víztározót, a kötelező tartásnak tettünk eleget, valamint ugye szérűs kertet, hogy jobban tudjuk gondozni az állatokat. Legutóbb, amikor itt voltunk a katasztrófavédelmi gyakorlaton, akkor mi is láttuk azt a rengeteg betontörmeléket. Mi lesz ezeknek a sorsa? Igen, tehát ez a betontörmelék úgy keletkezett, hogy önkormányzatunk átvizsgálta ezeket az épületeket. Tehát több száz épülettel rendelkezünk. Viszont három nagy épület, úgynevezett kijevi lakóépületek, ezek négy emeletes épületek, az állapota nagyon megromlott. Ők a tetejétől, tehát a padlástól a pincéig beáztak. Télen a fagy szétnyomta ezeket. És ugye 25 éve lakatlanok ezek az épületek, életveszélyessé váltak. Kértük szakember véleményét, hogy mi lehet a megoldás, és ő mindenképpen a bontást javasolta. Ezért meghirdettük, és egy helyi vállalkozó jelentkezett ennek a bontására. Vele sikerült úgy megegyezni, hogy az építőanyagét cserébe lebontja. Na most ezek, mivel ugye panelépületek, ezekből nagyon sok vas jött ki, egyéb törmelék, aminek az elszállításáról szintén ő gondoskodott. Itt a karcagi mételep segítségét kérte a vas elszállításához, kihozták a konténert, le kellett jelenteni a NAV-nak, tehát ugye ennek folyamata van, és ugye szükséges engedélyek beszerzése után indult ez a bontás. Gondolom, hogy azért folyamatosan nézik az épületeket, hogy amelyik életveszélyes, azt még azelőtt, mielőtt összeomolna, próbálják lebontani. Így van. Maguk a téglaépületek meglepően jó állapotban vannak. Igazából, ahol a juhászatot, meg magát ezt a tanya programot tervezzük megvalósítani, ott már azért több mint 6 épületet újítottunk fel, és talán ez is lehet a jövő, hogy amelyik épületet tudjuk, azért azt újítsuk fel. És hát akkor ez azt is jelenti, hogy bővíteni szeretnénk majd a mezőgazdasággal foglalkozók számát is. Jelenleg ezen a területen hányan dolgoznak? Mint említettem, a közmunkaprogramban 250-en dolgoznak. A gondunk nekünk az, hogy a közmunkaprogramban nem találunk szakembert. És ugye a szakembereknek, szakmunkásoknak is, esetleg az irányítóknak, legyen az mérnök, agrármérnököknek, nekik ugye magasabb fizetést kell adni. Őket a közmunkaprogramban nem tudjuk beilleszteni. És ugye ez is elég nagy megterhelést jelent önkormányzatunknak, hogy ezeket az embereket mi magunk finanszírozzuk. Tehát azt hiszem, hogy a költségvetés az még most készül, tehát még nem lehet tudni az idei évet. De beszéljünk arról, hogy van-e újabb nyertes pályázat, hiszen én úgy tudom, hogy egy régóta vált álom is megvalósulhat, hiszen elindulhat a szennyvíz beruházás is.
Igen, tehát 2014-ben nyertünk 2 milliárd 170 millió forintot a szennyvíz felújítására, bővítésére. Itt a Nemzeti Fejlesztési Programirodával sikerült 2015-ben egy konzorciumi megállapodást kötni, és ők vállalták a konzorciumi megállapodás keretén belül, hogy a szennyvíz beruházást lebonyolítják. Közbeszereztetnek, ha hiányzik még hozzá pénz, akkor arra is pályázni fognak. És én úgy tudom, hogy jelenleg lezárult a pályázatok benyújtásának a határideje, hiszen arról értesítettek bennünket, hogy 12 pályázó nyújtotta be pályázatát a szennyvíz beruházás megvalósítására, és jelenleg az elbírálása zajlik. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy ez idén el is indulhat? Nagyon reménykedünk benne. Akkor reméljük, hogy így lesz, viszont ami biztos, hogy nem indul, az még a börtönberuházás, de nagyon sokakat érdekel a kérdés, hogy hol áll ez most, mi az, amit ön elmondhat erről? Igen, tehát mikor jelentkeztünk a büntetésvégrehajtási intézet által kiírt pályázatra, akkor mi két területet ajánlottunk fel. Egyik a régi lakóépületek voltak, laktanyaépületek. Úgy gondoltuk, hogy talán egy felújítás, egy barnamezős beruházás keretén belül fel lehet őket újítani. Viszont a szakemberek, mikor kijöttek, megnézték, mondták, hogy nem lehet, sokkal-sokkal többe kerülne, hogyha ide telepítenék a büntetésvégrehajtási intézetet. Ezért néztünk egy másik területet, ez közvetlen a Karcag felé menő út mellett van, körülbelül a repülőtér közepén, a kettes kaputól balra, egy 20 hektárt ajánlottunk fel. Pályázatunk sikeres volt, és ezért úgy döntöttek, hogy nem 500 férőhelyeset, hanem 1000 férőhelyes büntetésvégrehajtási intézetet telepítenek. Ez a környéknek ugye nagyon-nagyon jó lenne, mert azért 500 munkahelyet teremt. Jelenleg az első osztály képzése már elindult, ez egy olyan, azt hiszem, 35 fővel. Nagyon nehéz, tehát ezeket az adatokat más forrásból tudom, mert ugye maga a büntetés végrehajtás titkosan kezel minden ilyen adatot. Azt is onnan tudom, tehát más forrásból, hogy 16-ával, tehát a mai nappal zárul le a közbeszereztetése a tervezésnek és az építésnek. Tehát elképzelhető, hogy egy 30 nap múlva már nyertest tudnak mondani, hogy ki nyerte el a építésnek a pályázatát. A büntetés végrehajtással elég szorosan együttműködünk, mert azért elég sok feladatot kérnek tőlünk. Kérték, hogy kiemelt építési területté nyilvánítsuk a területet, tisztítsuk meg az ott lévő épületmaradványokról, valamint a fáktól is, és ugye jelenleg ezeknek a fáknak a kitermelése zajlik, nem sok van már szerencsére, és itt szeretném megjegyezni, hogy nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, mert azért itt a lakosság részére elég jelentős tűzifát tudtunk biztosítani. Beszéljünk akkor erről konkrétabban egy kicsit, hiszen én úgy tudom, hogy a 75 éven felülieket külön anyagilag is támogatták, sőt, még fát is kaptak itt a téli szezonban. Igen, tehát ezt a szlogent, hogy felkészültünk a télre, ezt mi is komolyan vesszük. Tehát mi már szeptember-októberben több mint 3,5 millió forintot adtunk a lakosságnak települési támogatás címén. Majd november-decemberben volt a csúcspont, amikor 7 millió 300 ezer forintot adtunk települési támogatás címén. Utána önkormányzatunk hozott egy olyan határozatot, hogy a 70 év feletti nyugdíjasokat 5 ezer forinttal támogattuk. 465 nyugdíjasról van szó, tehát nem kevés. Valamint, hogy itt a nagy hideg előtt, ugye még decemberben hoztunk szintén egy olyan határozatot, hogy a 70 év felettieket egy 5 mázsa tűzifával segítjük. Durván egy olyan 150 rászorulón tudtunk így segíteni. De azt gondolom, hogy ez akkor mindenkinek nagyon jól jött. Az intézményekben is voltak átalakulások, hiszen a településen azért már évek óta két általános iskola van a Klik fenntartásában is, van a Református Egyház fenntartásában, itt is voltak változások. Igen, hát egy másfél évnyi előkészítő munka után a Református Egyháznak át tudtuk adni egyik tagovodánkat, ez a Petőfi úti tagovoda, valamint a szociális szolgáltatót.
A szociális szolgáltatót azért szerettük volna mi átadni, hogy az egyház azért nagyobb karitatív tevékenységet tud folytatni, és ugye úgy gondoltuk, hogy így a lakosság rászorultabb része jobb ellátásba részesülhet. A Petőfi úti óvoda, tehát a átadásával kapcsolatban pedig úgy gondoltuk, hogy legyen egy olyan előképzés a református általános iskolának, ami szerintünk mindenképpen szükséges lenne. És ugye a Petőfi úti óvodát, tagovodánkat ezt át tudtuk adni szeptemberi kezdéssel, a szociális szolgáltatót pedig január 1-i kezdéssel. Tehát akkor ez az új év már így indult el, hogy az egyház üzemelteti a költségvetésüket, még készítik, de mi lesz az a legfontosabb irányelv, amit szeretnének idén betartani? Az oktatással kapcsolatban még annyit szeretnék megjegyezni, hogy az általános iskolát ugyan a KLIK üzemelteti, de azért mi szeretnénk odafigyelni rá, nem csak az általános, természetesen a református iskolára is, és pont a mai nap jönnek pályázatírók, akikkel átbeszéljük, hogy milyen formában tudjuk támogatni az általános iskolát, hiszen hátrányos helyzetű gyermekek járnak, az ő fejlődésük meghatározó lehetőségünk szempontjából. Községünkben igazából az idei év, tavaly rengeteg beruházást készítettünk elő, és reméljük, hogy ezek a beruházások elindulhatnak. A repülőteret szeretnénk, a volt repülőteret szeretnénk közművesíteni. Nagy gondunk az, hogy közművileg sosem volt községünk része. És ugye szeretnénk az ivóvizet, a szennyvizet, valamint a villanyáramot bővíteni. Ezáltal én úgy gondolom, hogy egy elég jó kis ipari parkot, iparterületet tudunk ott létrehozni a mezőgazdasági területek mellett. Belül ugye legfontosabb a szennyvíz lenne. Azon kívül ugye a régi épületeink korszerűsítése, közösségi épületeink korszerűsítése, ezekre is van beadva pályázatunk. Természetesen a új bölcsödei férőhely kialakítása is célunk, ezzel kapcsolatban is van bent pályázatunk. Más forrásból pályáztunk, hogy ide már keressük a vezetőt, és ugye ő jelenleg képzésen van, ha végez a képzéssel, akkor szeretnénk alkalmazni. Reméljük, hogy azért szépen összesimulnak ezek a pályázatok. Hát akkor reméljük, hogy beszámoltunk ezek sikeréről, jó munkát kívánunk Önöknek. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, tél közepe van és tombol az influenza járvány, a témával kapcsolatban Háttér című magazinműsorunk mai vendége dr. Borsos Anikó, járási tiszti főorvos. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk dr. Borsos Anikó, járási tiszti főorvos, szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is szeretettel köszöntöm a Karcagi TV nézőit, és hát akkor megkezdhetjük a beszélgetésünket. Megkezdhetjük, ugye, igen. Mi más lehetne ilyenkor a tél közepén, igen, a beszélgetésünk tárgya, mint az influenza. Ugye van, aki többet tud róla, van, aki kevesebbet tud róla, azonban elég gyakran hallani, hogy akár találkozunk ismerősökkel például, hogy jaj, biztos influenzás vagyok. Sokan összekeverik az influenzás tüneteket a megfázással, a megfázás tüneteivel. Igen. Mi a különbség, doktornő? Hát ami nagyon jellemző szokott lenni az influenzára, hogy kifejezetten ilyen hurutos tünetekkel nem szokott járni. A másik pedig egy... Tehát nagyon... magyarul nem köhögünk, hogyha... Hát köhögni lehet, de inkább náthások nem nagyon szoktunk lenni. Az más vírusfertőzések következménye lehet. A esetek többségében, bár előfordul, hogy ilyen kevert fertőzése van valakinek. A influenzára az egyik legjellemzőbb dolog az erős izomfájdalom. Tehát, hogyha valaki érzi, hogy fájnak az izmai, pedig nem is tornázott annyit, mert nem is nagyon volt kedve hozzá, mondjuk, akkor nagy valószínűsége van, esetleg még néha köhint is egyet, hogy ha még ehhez magas láz is társul, akkor valószínűleg influenzás lehet.
Na most ez már bizonyított, hogy Karcagon megvan az esélye, hogyha valaki influenzásnak érzi magát, mert ki lett mutatva az járvány elkezdődött már? Igen, a járvány elkezdődött Karcagon. Pontosan a új évben el lehet mondani, hogy az első héten már lényegesen emelkedett a megbetegedések száma. 9-én a karcagi Arany János általános iskolában már azt tudták jelenteni, hogy a hiányzók száma az már a 60%-ot is elérte, és meg is haladta, tehát a iskolából mintát vettek, ilyen virológiai mintát a orvosok az iskolába járó beteg gyerekektől, amikor hozzájuk mentek, és sikerült kitenyészteni az A vírus, A influenza vírus, és a szentinen orvosunk egy másik közösségből a karcagi Kovács Mihály általános iskolában, ahol szintén megnövekedett a megbetegedések száma, az influenza szerű megbetegedéseknek a száma, onnan is sikerült mutatni. Tehát ha valaki azt mondja, hogy olyan influenzás vagyok, akkor nagy valószínűséggel jót mond. Ezek az intézmények, amiről most ugye beszéltünk, az Arany János általános iskola, vagy akár a Kovács Mihály tagiskola, kellett-e valamiféle korlátozást bevezetni, vagy egyáltalán mikortól van szükség például intézmény bezárásra, vagy ilyet szoktak eszközölni? Ez az intézménynek a igazgatójától és fenntartójától függ, hogy ők mikor döntenek úgy, hogy feltétlenül be kell zárni az iskolát. Elég az, hogyha aki beteg, akinek láza van, az otthon marad, és otthon kurálja őt az édesanyja, édesapja. Az iskolákban viszont nagyon oda kell figyelni a fokozott fertőtlenítésre, szellőztetésre, tisztaságra. Munkatársaink kint voltak ezekben az intézményekben, és meg is beszélték, hogy ezekre az általános higiénés előírásokra még jobban oda kell figyelni. Mit jelent például ez az általános higiénés előírás? Tehát hogyan fertőtlenítenek, vagy fertőtlenítsenek? Miket tanácsol? Igen, tehát igen, például a kilincset tekerjék be, esetleg mondjuk valami hipós anyaggal, hát hogyan szerűztessenek, a kézmosás, igen. Tehát ha a vírusoknak a koncentrációját lehet csökkenteni, a gyakori kereszthúzatszerű szellőztetés. Ez egy nagyon egyszerű dolog, de nagyon szívesen elfeledkeznek róla, pedig a meleg nem megy ki, hogyha gyorsan kiszellőztetjük az adott helységet. Nagyon fontos a megfelelő kézmosás, lehetőség szerint fertőtlenítőszeres kézmosás, a zsebkendő használat. Tudjuk, hogy ha használjuk a zsebkendőt, vagy esetleg a kezünket a kezünk a szánk elé kerül, akkor a cseppfertőzéssel terjedő vírusból jut ám az ember kezére is, és ezért nagyon lényeges a fertőtlenítőszeres kézmosás. Nagyon különleges nem kell, és itt ilyen olcsón, jól beszerezhető fertőtlenítőszereket tudunk ajánlani, amit a boltba bárki meg tud venni, vagy gyógyszertárba is. Mindenképpen hasznosak, tehát ilyen higiénés kézfertőtlenítőszerek. Neveket nem mondok, ugye, mert nem ez itt a reklámnak a helye, de be lehet szerezni. És én úgy gondolom, hogy a megfelelő táplálkozás, ilyenkor nem célszerű fogyókúrázni. Nagyon sokan vannak, akik az ünnepek után szívesen szeretnének erőteljes fogyókúrát elkezdeni, és leadni a felesleget, amit felszedtek, de ezt most senkinek sem ajánlom. Nagyon fontos a megfelelő táplálkozás, vitamin bevitel mellett az elegendő folyadékfogyasztás, meleg italok, teák nagyon jót tesznek az embereknek, és hát ne feledkezzünk el arról, hogy a méz, amelyik nagyon értékes édesítőszerünk, nagyon jó hatással van ilyenkor a betegségek megelőzésére is, nem beszélve arról, hogy a tartalmas táplálkozás segít a szervezetnek, tehát kalóriától se kell annyira félni, hogy ezt a nehéz időszakot átvészelje. Milyen, ha már említette a különböző vitaminokat, milyen vitaminok szedését ajánlja, vagy hogyan jussunk vitaminokhoz? Ugye azt mondják, hogy bizonyos ételekben is vannak vitaminok. Szedjünk-e mellé bármiféle ilyen táplálékkiegészítő vitamint? Hát ez általában mindenkinek az egyéni szükségleteitől függ. Én úgy gondolom, hogy általában
senkinek se árt az életkornak megfelelő multivitaminok, mert nem csak C-vitamin, esetleges nagy aragba célszerű fogyasztani, hanem ilyenkor, mivel az embernek a bőre és a hidegbe eléggé kiszokott száradni, repedezni, fontos az A-vitamin utánpótlás is, ezért én úgy gondolom, meg a D-vitamin is nagyon lényeges, hogy megfelelő mennyiségben legyen a szervezetben, tehát ezért inkább ilyen multivitamin készítményeket tudnék javasolni, és hát ugyanak a állati eredetű termékektől, belsőségektől sem kell tartózkodnunk, és hát mindenképpen a évszaknak megfelelő ételeket. Gyümölcsök közül például ajánlom. Hát gyümölcsök közül a citrusféréket mindenki szereti, meg ilyenkor szokták fogyasztani, de ezen kívül én még a savanyú káposztát, aminek szintén magas a C-vitamin tartalma, meg a nagyon jó pektin tartalmú almát tudnám javasolni mindenkinek. Ugye beszélgettünk még késő ősszel arról, hogy majd valamikor Hát most jönnek bejelentések hamarosan, egyetünk, hogy nálunk se tértek el az ország részéről, vagy ékkor egyesebb a legmaguk. Hát én úgy gondolom, hogy sok érzik, hogy ők erősek, készségesek, valaki félnek egyszerűen mindenfajta oltástól, és olyan fordul, hogy ők meg leoltat maga, de minél fontos, hogy ez a leveszélyebb kisebbeknek, és ingyenesen jár a oltat, orvosbegségbe szenvedők, azok azért beszokták oltatni, tehát az ő esetükben el lehet mondani, hogy eredményes szokott lenni a védőoltás. Hát sajnos ez egy olyan önkéntes dolog, hogy kötelezzen senkit, megérményben, hogyha valakinek tervezete van és betartja a higiénés szabályokat, akkor van esélye arra is, hogy elkerülje. Tehát nem lehet azt mondani, hogy akkor biztosan meg fog betegedni. Volt már olyan kell egyébként, vagy van olyan statisztikájuk, hogy beoltatták magukat időben, és mégis megfertőződtek? Erről nekünk tulajdonképpen tapasztalatunk nincsen, és hogyha valakinek nincsen esetleg valami immun problémája, akkor általában nem szokott, hogyha időben, egy jó 2 héttel a járvány előtt, tehát hogyha azt mondjuk, hogy valaki karácsony előtt még beoltatta magát, akkor az nagy valószínűséggel nem fog megbetegedni. De akkor most mondhatjuk azt, hogy itt a vége, nincs továbbotás, értelmetlen, elkezdődött a járvány. Hát a járvány az elkezdődött, szokták azt mondani egyesek, hogy meg lehet válni még egy ilyen zárt közösségben nagyon járó embereknél a védőoltás, hogyha mégis megkapná, akkor már elkezdődik az ellenanyag is termelődni benne, de személy szerint én úgy gondolom, hogy a normál életvitelű emberek esetében ennek már nem sok értelme van, hát vagy megkapja, vagy nem, bár még mindig előfordulhat, hogy lesz, akinek ajánlani fogják, hogy az ő esetleg vagytene. Ki a legveszélyeztetettebbek egyébként, kik azok, akik a legnyilván kapják ezt a vírust? Hát általában olyan emberek, akik a betegség hangosabb a hátszédős embereknek, hogyha megfelelő idegen rendelkezik. A nagyon fiatal gyerekeknél elő szokott fordulni, és hát a krónikusoknak már fiatalabb korban is a jelentős részénél nem szeretjük a magas láz miatt, hogyha megjelenik ez a megbetegedés. És nagyon vigyázni kellene azokra az emberekre, akik olyan munkahelyen dolgoznak, ahol egy-két fő kiesése is komoly munkaszervezési problémát okozhat, ezért a foglalkozás egészségügyi orvosoknak van arra lehetőségük, hogy a oltást szorgalmazzák a más korosztályoknál is. És esetleg akinek nem jár ingyenes, aznak megvegyék. Mi a teendő akkor, hogyha valaki észleli magán ezeket a tüneteket, most itt elsősorban, tehát nem a gyógyulásra gondolok, arról majd egy picit később, hanem, vagy a gyógyításról, hanem elmenjenek-e orvoshoz, telefonáljanak be, mi tanácsol? Ugye gyakorlatilag, hogyha elmegy, azt mondják, hogy ma például tele van a rendelő, itt igen, a háziorvos igen, rendelő, igen. Most egy nagyon sok beteg bemegy, átfertőzik egymást. Igen, igen. Mit csináljanak, aki igen. Esetleg észleli magán a tüneteket? Hát, hogyha elsősorban magas lázat érez, akkor mindenképpen célszerű, ha otthon marad, és a családból valaki, ha esetleg otthon nem lenne lázcsillapító, akkor elmegy a gyógyszertárba, és beszerez valamilyen lázcsillapítót.
amiből természetesen a szerűírásnak megfelelően kell beszedni. Ha nehezen megy le a láza, akkor abban az esetben lehet próbálni akár egy hűtőfürdőt, akár egy ilyen törzsre tekert nedves állatvizes borogatással, ez a Prisnitz borogatással lehúzni a lázat, utóbbi nagyon hatékony és ugyanakkor veszélytelen is, bár nagyon kellemetlen. Én mindenképpen javasolnám, hogy legyen otthon lázmérő és mérjék meg, mert azért 37-5 alatt ne vegyenek be lázcsillapírót. Tehát egy kis hőemelkedésre szüksége van a szervezetnek, mert ezzel nagyon jól tudja pusztítani nem csak az influenza vírusát, hanem mindenfajta baktériumot és egyéb kórokozót, mert nagyon nehezen viselik el a testhőmérséklet felmelegedését. Ez egy újabb információ, erről igen, még nem is hallottam. Igen. De például én is olyan vagyok, hogyha ilyen 37-3-4-5 körül van mondjuk a lázam, ami ugye még hőemelkedés, akkor már fáj mindenem, mert vagyok, szenvedek olyankor. Igen, tehát hogyha valakinek egy kicsit magasabb a láza, akkor nem mindig érzi magát olyan nagyon rosszul, de mindenképp éppen én azt mondanám, hogy úgy 38 Celsius láz esetén már mindenképpen szóba jöhet a lázcsillapítás. Tehát 37-5 alatt nem, hanem e fölött lenne célszerű. Mire számítson az doktornő, aki elkapja ezt a vírust? Hány napig tart a szenvedés? Jó esetben 3-4 nap alatt ágybelegbe, ha kúrálja magát, sok folyadékot fogyaszt, akkor megvan az esélye arra, hogy meggyógyuljon. És meddig nem lehet közösségbe menni? Hány napig tanácsos, például akár gyerekek, akár felnőttek esetében? Külön kell-e választani mindezt? Hát a gyerekek általában hamarabb gyógyulnak, felnőttek között vannak, akik egy kicsit lassabban, amíg a tünetek megvannak, amíg nem érzi magát jobban, de mindenképpen én azt tudnám mondani, hogy már a lábadozás időszakában célszerű mindenképpen a házi orvosával, házi gyermekorvosával megtanácskozni, annál is inkább, mivel ha előfordulhatnak szövődmények, akkor előfordulhat, hogy más gyógyszerekre is szüksége lesz, és megbeszélni, hogy most már elég erősen visszamehetek közösségbe, munkahelyére. Meddig tarthat ez a járvány? Hát ez a járvány általában nem szokott nagyon hosszú ideig tartani, mihelyt a fogékony szervezetek vagy megkapták, vagy pedig ha igaz, és megbetegedtek, vagy nem betegedtek meg a oltottak, akkor általában el szokott magától múlni. Tehát ha most hamarabb jelentkezett a járvány valamivel, nem sokkal, akkor várható, hogy hamarabb el is fog múlni. Nem, mire lehet számítani? Január vége? Vagy nem lehet így behatárolni? Hát úgy pontosan úgy nehéz meghatározni, de én úgy gondolom, hogy február hónap végén mindenképpen várható, hogy vége lesz ennek a megbetegedésnek. Ugye azt mondják, hogy amikor mínuszfokok vannak még nappal is, akkor elpusztulnak a különböző baktériumok. Ilyenkor egy picit, ugye most napok óta gyakorlatilag mínuszfokok vannak nappal is, visszaszorítja egy picit a nagyon hideg? Igen, a baktériumokat de ez ugye és vírus. A vírusok jelentős részét is visszaszorítja, de pont a influenza vírus az, aminek a neve is annyit jelent, hogy a hideget bíró vírus. A influenzára nagyon nem hat a hideg. Akkor ne reménykedjünk. Hát idővel mindenképpen ez a hideg se fog sokáig tartani, én úgy gondolom. Meg végeredményben ennek van a szezonja, az nagy baj lenne, hogyha nyári meleg lenne, mert akkor beindulna a természet idő előtt, és jöhetnének a későbbi fagyok. Doktornő, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, megosztotta velünk ezeket a fontos információkat, és betegségmentes további jó munkát kívánunk önnek, és köszönöm, hogy itt volt. Én is nagyon köszönöm, és jó egészséget kívánok önnek, és a Karcag TV kedves nézőinek is. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, merre megköszönöm a figyelmüket. Kedves nézőink, már a megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran, maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása, a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.